Már javában tart a farsangi szezon, így itt az ideje, hogy mi is megtudjunk egy kicsit többet a régi hagyományokról. Szabó Sarolta, a Sostényi Múzeum falu igazgatója a vendégünk. Jó estét kívánunk neked. Kívánok. És köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Hát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas időszak, és ugye nem csak mi farsangolunk, hanem bizony már őseink is farsangoltak. Egészen pontosan vízkeresztől január 6-áig, vagyis húshagyó keddig tart ez az időszak. Miért pont eddig, és mit ünnepeltek egykoron? Hát ez a farsangi időszak ugye a mulatozásnak az időszaka, meg a tél végének a várása, a tavasz eljövetelének a várása, és akkor tényleg valóban január 6-tól vízkeresztől tart, egészen húshagyók eddig, azaz hanvazó szerdától megkezdődik a 40 napos bőt a húsvét előtt, és ezért a farsang időszaka az mindig változó időben van, hiszen a húsvét is nem ugyanabban az időszakban van, hanem ugye az, ahogy megállapították annak idején, a holdjárásától függ. És most egészen későn lesz húsvét, április 22-én, és hát onnantól visszaszámítva a 40. napig tart tulajdonképpen a farsang, és valóban a középkor óta ünneplik, tehát már a középkorban is 15. századtól vannak adatok arra, hogy megünnepelték ezt a farsangot, és igazából a farsang farkának nevezik a farsang utolsó 3 napját, és hát a mulatozások időszaka igazából a régi világban ehhez az utolsó 3 naphoz kapcsolódott, és ezt nagyon nagy mulatságokat tartottak ilyenkor. Hát tulajdonképpen ugye ez az utolsó esély volt arra, hogy végre egy jó tegyenek, igyanak, vagy mulatozzanak, mert utána aztán tényleg egy picit megtisztultak testileg, lelkileg egyaránt, és ahogy így gondolkodtam, valóban azért a karácsony előtti időszak is ugye arról szólt még, hogy ott szintén felkészültek, az ünnep szentsége után pedig hát egy kicsit levedlették ezt a nagy jóságot szerintem, vagy legalábbis ezt a nagy tisztaságot, tehát egy kicsit szórakoztak. Volt-e olyan időszak, amikor mondjuk ezt nem nézték annyira jó szemmel, ezt a tibornyázást? Hát mindig voltak tiltások természetesen, hogy ezeket a mulatságokat, hogy nem illő megtartani, és hogy nem szabad ilyenkor olyan nagy mulatozásokat tartani, mert tehát azért ebben az időszakban, ebben az utolsó 3 napban azért különböző korosztályoknak, csoportok tartották meg a saját bájukat, és hát volt ilyenkor asszonybál is. Egyébben egyszer megengedték az asszonyoknak, hogy mindazokat a tilalmakat, szokásokat, törvényeket áthágják, és hogy ezen a napon nekik is szabad volt a tilosban járni, ha szabad így fogalmazni, hiszen rossz szemmel nézték nyilván, hogyha az asszonyok mulatoznak, táncolnak, ne talán isznak, akkor, de ezen az egy napon kivétel volt ez az egy nap, és ezen az egy napon ez megengedett volt számukra, és aztán utána visszatért minden a régi mederbe, és a közösségnek, a falu szokásainak megfelelően viselkedtek. Tehát 364 napig józanodtak, és aztán ezen a bizonyos asszony bálon pedig kimulatták magukat. De volt ugye külön a legényeknek is ilyen mulatozás, és hát régen a kicsiknek, a gyerekeknek is tartottak. És ugye hát a különböző állarcok, vagy egy picit az átlényegülés mellett azért például gasztronómiában is vannak tipikusan farsangi ételek, gondolok itt a farsangi fánkra. Ez tájegységenként változott, vagy ez az egész országban hasonló? Nem, szerintem ez hasonló volt az egész országban, de voltak olyan vidékek, ahol a fánk mellett a rétes is nagyon elterjedt ebben a farsangi időszakban, a rétesnek a készítése, és egyáltalán bőségesen táplálkoztak ilyenkor, tehát ünnepi ételeket ettek, és a töltött káposzta, a sült kolbász, a sült húrka, az rendszeresen előfordult ezeken az összejöveteleken. Ugye a karneválok időszaka gyakorlatilag ez, Magyarországon pedig az egyik legismertebb a mohácsi busójárás.
más országokban is van hasonló? Vagy például itt a mi környékünkön is volt a mohácsiakhoz hasonló busójárás? Hát busójárás nem, mert ugye az a Mohácson, Mohács környékén élő sokácoknak volt ez a téltemető szokása, de voltak állarcos tehát felvonulások, és éppen a megyénkben is volt egy jellegzetes ilyen szokás, ami igazából a szatmári területekre volt jellemző, és éppen a Panyolán gyűjtötték ezt föl annak idején, és ezt ott föl is elevinítették, illetve a környező településeken, és ezt néprajztudósok fölgyűjtötték, és ennek alapján ezt újra rekonstruálták, ezt a szokást, és teljesen a hagyományoknak megfelelően gólyafarsangos, medve, lófarsangos, ezek az állatfigurák jelennek meg, illetve különféle zsáner alakok, és ezek fölvonulást tartanak a faluban, illetve olyan dramatikus játékot adnak elő, ami a tél temetéséhez kapcsolódik, ilyen paródia jellegű dramatikus játékok, például a halott temetés, ami ilyen nagyon vicces, és hát nyilván ez felnőtt közösségben zajlódott, és hát időnként pajzán kifejezéseket is használtak, és ez tulajdonképpen szimbolikusan a tél eltemetéséhez kapcsolódott. Kedves Saci, elfogyott az időnk, mikor nyitnak a kapuk a múzeumfaluba? Hát Farsangra biztosan nem, még tart a Sóstói Múzeumfalunak a felújítása, és hát nagyon reméljük, hogy június 15-én már a látogatók előtt is ki tudjuk nyitni a kapuinkat, és hát Szent Iván éjjel pedig mindenkit várunk majd, sok szeretettel. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen.